Mától szombatig férfi vízilabda bajnokok ligája Final 8 Genovában, ahol a címvédő szólnak a Jub Dubrovnik, a tavalyi negyedik Eger pedig a Barcelonettával kezd az elődöntőért. Magyar klubok eddig 7-szer nyerték meg a legrangosabb európai sorozatot. A helyszínről jelentkezik kommentátorunk Ambrus Tamás. Szia Tamás, jó reggelt kívánok! Szia és jó reggelt kívánok minden kedves nézőnek! Tamás, érezhető a vízilabdás hangulat Genovában, ebben az olasz tengerparti nagyvárosban? Hát nehéz ezt megmondani, ugye este érkeztem, a sofőröm tulajdonképpen a Recco egyik alkalmazottja, ifi edzője, őt faggattam, hogy mi a helyzet, illetve este kapcsolgattam itt a különböző televízió csatornákat, rengeteg regionális tévéadás van, és az egyikben járták itt a főteret, úgymond, illetve vannak a környékét Genovában, és próbálták így hangolni az embereket arra az eseményre, ami ugye ma kezdődik, ez a bizonyos 8-as döntő a Bajnokok Ligájában. Tehát nem mondanám, hogy egy foci világbajnoki döntővel ér fel, bár most, hogy az olaszok ugye nincsenek ott a foci VB-n, hát legalábbis egy Genova környékén azért talán jobban fókuszálnak erre. Lesznek olyan jó házigazdák, mint a Duna Arena legutóbb vagy előtt a Margit-sziget? Hát elég aggasztó hírek érkeztek, ugye én még nem voltam kint a Sorba uszodában, ahol majd ezek a mérkőzések lesznek. Én még tegnap is azt hallottam kollégáktól, hogy hát az utolsó szögeket verik be, úgymond még az utolsó simításokat próbálják elvégezni, szóval voltak, akik nem tudták elképzelni, hogy ma hogy lesznek ott mérkőzések, egy kicsit ilyen olaszos módon ment ilyen szempontból az előkészítés. Hát ugye emlékezetes, hogy tavaly 10 000-en voltak a Duna Arénában a döntőn, a Szolnok-Jug meccsen, itt most maximum 2500-an lehetnek, tehát eleve egy kicsit más azért a volumen ennek a dolognak, de lesznek magyar szurkolók is a hírek szerint, úgyhogy a hangulat azért szerintem mindenképpen jó lesz. Mit érdemes tudnia még a helyszínről, erről a bizonyos genovai sorba úszodáról? Hátránya szerinted a mieinknek most jelen pillanatban a nyitott medence? Nem gondolnám semmilyen szempontból. Ugye 2 év, amikor például a Margit szigeten rendezték a döntőt, akkor ugye hasonló körülmények voltak, illetve hát ugye a magyar válogatottnak is az volt, illetve még máig az a kultikus helyszíne, tehát én semmilyen szempontból nem gondolnám. Hát inkább azért nyilván a hazai közönség segíteni fogja a Recco-t, tehát ha már ugye itt átérünk talán az esélyekre, akkor azt mindenképpen meg kell említeni, hogy nagyon szorítunk természetesen a magyar csapatokért, de azért a Recco mindenképpen favoritnak számít. Igen, a Szolnok a címvédő, a Recco 8-szor nyerte meg a Beket Euroligát, BL-t, a Jug Dubrovnik egyébként 4-szer. Általában a szakmai elemzések mit mondanak? Első a Recco, és akkor utána pont, és hogyan jönnek tovább az otszok, az esélyek a vízilabda szakmai szempontból? Hát például ezt a Recco-s kollégát, aki ilyen alkalmi sofőrnek csapott fel, is kérdezgettem erről, és egyértelműen a Szolnokot mondta második számú, hát nem is tudom, hogy második számú esélyesnek, ő ezt a két csapatot együtt említette. Azért azt tegyük hozzá, hogy a kettő közül csak az egyik lehet döntős, hiszen az elődöntőben, ha minden jól megy, akkor összekerülhetnek, hiszen a Recco másik olasz csapattal, a Bressával játszik, a Szolnok pedig ugye hát visszavágót játszik a tavalyi döntő után a Juggal. Az a baj, hogy elég aggasztó hírek érkeztek a Szolnok házatájáról, mert hogy Prajinovic játéka finoman szóval kétséges, sőt, könnyen elképzelhető, hogy nincs is esélye játszani a sérülése miatt, és így már sokan itt a külföldi kollégák közül is azt mondogatják, hogy így inkább a Jug Dubrovnik most az esélyesebb. Cseh Sándor természetesen próbálna rácáfolni, és még bízunk abban a csodában, hogy valahogy mégiscsak játszik Prajinovic, hiszen tavaly a döntőben szenzációs volt, ő volt a mezőny legjobbja, és nagyon nagy erőssége a Szolnoknak. Azért ott van az Eger, amely ugye képes lehet arra, és talán könnyebb is az ága, hogy eljusson nagyon sokáig, és egy ilyen titkos favoritnak én őket mindenképpen megjelölném, illetve én még az Olimpiakoszt mondanám, amely hihetetlen kiegyensúlyozottan teljesített a csoportjában, és hát gyakorlatilag megegyezik a teljes görög válogatottal, egy-két minőségi légióssal kiegészülve. Én őket még ugyancsak egy ilyen sötét lónak titulálnám.
Tehát te azt mondod, hogy ahogyan az egriek jelezték, éremért utaztak Itáliába, a Barcelonátán átjutva a görög-német duóval fognak szembekerülni, és ha minden jól megy, akkor az Eger lehet a sötét ló, és nem a görögök lesznek. Hát mi más is mondhatnék, mint magyar ember, illetve magyar újságíró, hát természetesen nagyon bízom ebben. Az Eger nagyon sok mindent bizonyított már ebben a szezonban, többek között azt, hogy a Szolnokot is ugye többször el tudta kapni, és én azt gondolom, hogy az Eger, hogyha jó napot vagy jó szériát fog ki, akkor mindenképpen képes lehet arra, hogy eljusson a döntőig. Ne felejtsük el, hogy ők ugye még érmet soha nem tudtak szerezni a negyedik hely eddig a csúcs, amit megkaparintottak a Bajnokok Ligájában, tehát szeretnének történelmet írni. Úgyhogy hát itt első lépésként túl kell jutni a Barcelonátán, ami elsőre könnyebbnek tűnhet, de hát ide minden 8 csapat azzal jött, hogy azért szeretne eljutni a döntő közelébe. Álomnál is nehezebben jöhet össze egy magyar-magyar döntő? Hát említettem a Szolnok nehézségeit, de én azt gondolom, hogy azért a Jugdobrunikot megverni, ugye a két évvel ezelőtti győztesről van szó, majd a házigazda Rekót, amely nagyon-nagyon készül arra, hogy itthon tartsa a kupát. Hát, hogyha ezt a két akadályt leküzdi a Szolnok, akkor ez egy nagyon emberes dolog lesz. Bízunk ebben természetesen. Csodálatos lenne, hogyha szombat este egy szín magyar finálit rendeznének itt a Sorbá uszodában, de azért az otcok nem biztos, hogy emellett szólnak. Sajnos. Hát, talán ez az uszoda még egy magyar-magyar döntőre is megtelne, nem? Hát én majdnem biztos vagyok benne, hogyha a másra nem, de mondjuk a péntek este értesülnek a magyar szurkolók, hogy milyen döntő lesz, akkor még nagyon sokan útra kelnek, hiszen azért ez egy 11 néhány óra alatt leküzdhető távolság még kocsival is, tehát én arra biztatnék mindenkit, hogyha ha így adódik, akkor meg hát amúgy is, akkor jöjjenek bátran. Olaszországban vagyunk, tehát egy fontos és döntő szemponttal mindenképpen foglalkoznunk kell, az pedig a bíráskodás, a játékvezetői felfogás. Ebben mire lehet számítani, mekkora előnyt jelent majd a hazai pálya a Rekkó számára? Hát, ha én ezt meg tudnám mondani, akkor biztos, hogy már itt ülne a szobámban mondjuk Dabrowski Norbi és Csesanyi is, illetve a teljes szakmai stáb, hogy erre felkészüljenek. Az a baj ezzel a dologgal, amit nagyon sokszor beszéltünk már róla, hogy ez akár mérkődésről mérkődésre is változhat. Tehát, hogy például a center játékhoz hogy állnak hozzá a játékvezetők, mennyire szigorúan fújnak, mennyire fújják szét úgymond a mérkőzést, vagy engedik a keményebb játékot. Van itt azért egy-két mumus, vagy olyan név, akikkel kapcsolatban itt mindenki összerezzen. Nem titok, a például Margeta mester az egyik, aki hát mondjuk nem mindig szokta úgy fújni a sípot, ahogy azt nekünk, vagy az nekünk tetszene. Természetesen tartunk attól, illetve tartanak attól a mieink is, hogy esetleg a játékvezetők közbeszólhatnak, de hozzáteszem, hogy semmilyen ilyen nyilatkozatban ez nem fordult elő, akár a tegnapi sajtótájékoztatón sem, hogy mondjuk ilyen félelmeik lennének. Az ártatlanság vélem alapján mindenkinek meg kell adni az esélyt, én csak bízni tudok abban, hogy nem ezen fog múlni. Tomi, és a végén egy pillanatra kapcsolt ki a szívedet, az előjelek alapján az eszed milyen finálét jósol? Hát ha igen, ha kikapcsolom a szívemet, akkor azt mondom, hogy az úgymond a szolnoki ágról a Rekkó fog bejutni a döntőbe. Ez mindenképpen az esélyek emellett szólnak. Elsősorban nagyon bízom benne, hogy ezt persze sikerül felborítani, ezt a papírformát. De akkor én azt mondom, hogy egy 50-50%-ot adok arra, hogy egy Eger Rekkó, illetve egy Olympiakos Rekkó döntő lehet esetleg. Hát ha legyen 51% mondjuk az Eger Rekkó finálé. Na, akkor ebbe így kiegyezhetünk. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Szia! Én is köszönöm, sziasztok!